Na, üdvözlök mindenkit, sziasztok, jó estét kívánok! Előre szeretném leszögezni, aki nem ismeri a Manhuntot, legalább hallomásban az kurva gyorsan adja vissza a gamer igazolványát, jó? Tehát ez volt a Rockstarnak az a játéka, nyilván ugye GTA kívül, ami marhára kiverte a biztosítókot mind a kettő epizóddal, és én úgy gondoltam, hogy az elsőt azért megmutatom nektek, nyilván a PS2-t, mert hogy ugye mi máson jelent volna, meg úgy tudom, hogy nem kapott remake-et, nem kapott portot, szóval igazából ez az egyetlen egy opció, amit meg fogom tudni mutatni nektek. Szóval, én nem is nagyon húzom az időt, lássátok ezt a csodát, én fogom magamat és nyomok egy új gémet, természetesen, amint végrehagyja ez a szemétláda. Oké, jó, meg is van. Play, és indulunk. It looks like this goes all the way to the top. I can't trust anyone, least of all the police, and time's running out. I've got to get the one piece of evidence that will expose Starkweather without a shadow of a doubt. Footage and testimony of a man who was executed by the state 5 hours ago. James Earl Cash. Found guilty and sentenced to death. Has been on death row for the past 3 years and was executed last night. Hey, tough guy, wake up. You're not dead. Well, not yet, anyway. You're getting a second chance. Another throw of the dice. As far as the world is concerned, you died back in the chamber. Justice was served. James Earl Cash is rotting in. Hey, get a grip, friend. Calm down. You're probably suffering from shock. I need help. Pick up the earrings. Put it on. Go on. That's better. Now only you can hear me, and that's the way you're gonna want it, because I'm your only way out of here. Hey, hey, easy, easy, look. You've had an unexpected reprieve. Do exactly as I say, and I promise this will be over before the night is out. These streets are being patrolled by gangs. They're scum, just like you. And they're here to hunt you down and cut you up. I'll try to direct you as best I can, but other than that, you're on your own. It's up to you. Okay, are you ready? Camera, action. Szóval, summázva, hogy mi a radaírósebb folyik itt. Fiatalembert 5 órával korábban kivégezték, és bedobták így a városban valami ilyen reality showba, gyakorlatilag snuff filmet készítenek. Mi azt jelenti, hogy van ott egy rakás fiatalember, aki rávadászik, neki meg rájuk kell, pont azért, hogy megúszza. Jó, tehát igen, tehát lehet ugye forgalódni a kamerával, nyilván ugye mit tenni másik analóg sticket, ugye tudok mászkálni, vannak ugye mozdulataim, rendkívül fasz a mozdulatok. Az a helyzet, hogyha már ilyeneket kell csinálni, akkor baj van, jó? Tehát ez alapvetően egy lopakodós gém. Jó? Tehát készítjetek föl rá, lehet futni, és látjátok is a térképen egyébként, hogy ha én elkezdek futni, akkor ott elkezd pirosan villogni, jó? Tehát ne csináljatok ilyet, hallják, rohadtul hallják, nincsen rá szükségünk, oké? Szóval, annyira durva volt ez a játék, 2003-ban főleg, hogy tényleg iszonyat balhé volt belőle, tehát tényleg a kongresszusig jutott a sztori az USA-ban, hogy büntették azt, aki 18 éven aluliaknak eladta. Jó, tehát előtte azért volt egy ilyen elnyebenye, itt durva büntetés volt. Na, és közben felvettem egy fegyvert, és ugye megszereztem magamnak a lehetőséget, hogy kinyírjam a következő delikvenst, aki pedig ott figyel, halkan kell megközelíteni. Próbáljuk nagy ívben. Na, ott is van, mutatja nekünk. Jó, tehát a radaron látom, hogy hol vannak, merre fele néznek. Ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Minél tovább tudjátok tartani a kivégzést, vagy az X-el, vagy a négyzettel, annál durvább lesz. Jó, tehát ez volna a lényeg neki, hogy minél durvább dolgokat csináljunk. Igen. Amikor ugye közel érünk hozzá és képesek vagyunk kivégezni, tehát ugye alapvetően a súnyulás a játéknak a lényege, akkor pedig ugye megváltozik a fütyüljé, csak megváltozik alapvetően a állása az emberkéknek, és elkezd lehuppanni ugye. Halkan megyünk, nem sietünk. Rá is lokkoltam, jó, tehát
Közelebb megyünk. És tartjuk, gyere, sárga. Úgy, piros vagy be. Azaz. Szóval, úgy is van, a különböző szintű dolgok egyébként különböző kivégzéseket adnak. És egy apróság egyébként, hogy a hullákat föl tudjuk venni és elrejteni, jó? Tehát, hogyha szeretnétek, akkor van erre is lehetőség. Tekintve, hogy sunyudós játékról van szó, nem egy utolsó dolog. Főleg, hogyha árnyékba teszitek őket, jó? Tehát onnantól kezdve akkor nem nagyon látják őket. Na, itt akkor pedig... Még egy zacskó! Micsoda fegyverek, komolyan mondom, azt sem tudom, merre vagyok arccal. Na, itt pedig kicsit bele kell húznom. Nem sokára jönnek. Én pedig elbújok ott az árnyékban. Van ilyen rendes lehetőség. Mutatja is ugye a játék, tehát... Igen, ez még mindig a tutoriál, jó? Tehát ennél tovább szerintem nem nagyon fogok jutni, mert nem szeretnék spoilerezni, és nagyon balfasz vagyok benne. Szóval a lényeg az, hogy bemászunk szépen ide. De amit még nem mond el nektek, hogy rá tudtok lokkolni, tehát ugye jobb oldalt alsó sarokban mutatja ugye a státuszunkat, a kék akkor nem látják, hogy ott vagyunk, és hogyha nem látják, hogy bemegyünk, akkor nem is vesznek észre egyáltalán, jó? Tehát egészen addig, amíg nem csinálunk rendkívül nagy hülyeséget. Ha vörösen kezd el villogni, akkor észrevettek minket. Ez egyébként általános, jó? Az ellenfeleknél is ugye, jön is valaki, ellenfeleknél is alap, hogy ha sárgával látszik, akkor még semmit nem tud, hogyha zöldre látszik, hogyha ott az zöldes sárga, nem tudom. Hogyha narancssárga, akkor már elkezd keresni a piros, tudja, hogy ott vagyok, és balhé van. Jó? Tehát amit nem mondaná a játék, hogy rá lehet lokkolni az ellenfélre, ez egy rohadtul hasznos dolog. Ugyanis mozgás közben is ki lehet végezni, ezt nem mindenki tudja, jó? Tehát lokkolunk, lassan megyünk, újni, megyünk mögötte. Most mutatom a sárgát, jó? Ez más. Ez is kivégzi, mindegyik kivégzi, jó? Tehát egy gomb is kivégzi, mutatom, tehát csak hogy hozzászokjatok, jó? Tehát be lehet dobálni az embereket olyan helyekre, ahol nem veszik észre a haverjai. Ez hasznos. Na, megyünk tovább. Igen, egyelőre nem érdekel engem, hogy itt hallanak, ugyanis most tudom, hogy nem fog jönni senki, még. És itt pedig van ugye élettöltő. Most még nincsen rá szükségem alapvetően, illetve egy nagyon-nagyon pici hiányzik nekem ugye az életerőmből, az 50%-ot rögtön föltölt. Úgy is mondhatom, hogy kurva hasznos. Hát maxon vagyok, gyerekek, na. Szóval. Jó munka indul. Most viszont ki fog derülni, hogy mennyire tudunk bunyózni. Segített nem nagyon, jó? Tehát elég annyira béna a harcrendszer neki. Ez tényleg arról szól, hogy sunyulás van, ölünk, nem vesznek észre, jó? Arról szól. Na. Szóval, jön a csávó, el kell verni az arcát. Szóval ugye az X az a gyors támadás, a négyzet az a lassabb, de keményebb támadás. Azt mondja, hogy igen, tehát hogy ahhoz, hogy blokkoljunk, nem szabad nyomni semmit, jó? Tehát ilyenkor elengedjük. Oké, az L1-el ugye rá blokkolunk, ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Meg kell várni azt, amíg megpróbál megütni minket. Illetve ugye a lokkon, és most mondja csak el, hogy a blokkolás, hogy... Jeez, you're playing for real, huh? A francba! Nem baj, ilyenkor már csak csépelni fogok igazából, ugyanis lassan le fogom fektetni a földre, szóval van. Itt még rúgdosni kell, jó? Tehát nyugodtan rúgdosni kell. Azt nem tudom, hogy ilyenkor ki lehet-e végezni. Talán igen, nem tudom. Na mindegy, ott pedig van egy safe point, very very hasznos. Bár sokkal tovább már nem fogok menni, csak akarok nektek valami ízelítőt adni abból, hogy mégis miről szól ez az egész, és kibaszott durva, jó? Tehát ez még mindig kibaszott durva. Nem tudom, hogy hol tiltották be. Élettöltő, feltéve, hogy hátmegyek rajta. Nem sokat sérültem, szóval ez annyira nem volt vészes. És ugye ott pedig tovább tudunk haladni. Safe point, úgy is van. És van fegyverem. Na, ez például egy ilyen üvegszilánk. Most pedig ott megpróbálok halkan közlekedni, hogy ne vegyen észre a péniszarcú. Gyerünk. És észrevett. Itt vágnak, te pénisz. Még hogy a lépcsőn előnyös, a rossz sebet. Oké. This is a game, man. De ahogy mi? Ó, fi, akkor nem tudom kivégezni, jó. Nem baj. Volt, hogy sikerült egyébként lesúnyulni, nem mindig, jó? Tehát ez megint egy olyan, hogy ki kell tanulni. Na most töltelen nem kell, tök jól állok, úgyhogy
Úgyhogy úgy, megyünk szépen balhézni. Tudjátok, lehet, hogy az egész pályát meg fogom csinálni, tehát szerencsére nem túl hosszúak. Legalább valamit láttok belőle, hogy mégis miről van szó. Oké, és... Tehát, hogy minden bandának ugye megvan a saját ismertető jele, ők például ezek a csúkjások. Na. Most pedig sokan vannak, nekünk meg le kell őket csúnyulni. Például... igen. Tehát így gyorsan le kell ugye gyakni valakit, mielőtt még ugye észrevennének minket. Hol vagytok, péniszek? Ott van valaki és arrafele néz, szóval én most oda sétálok mögé. Aha, ott is van. Ne fordulj meg, jó? Ne fordulj meg! Kicsi sugarás! Azaz! That's my boy! Get your teeth into them! Jó. Hol van a többi, nem látom őket. Térképet. Hol vagytok? Gondolom elindultak valahová, szóval azért nem látom őket. Ah, ott van is hozz felállni, az anyádok! Úgy csezd meg, de mekkora nagyot húzott be! Gyerünk! Anyádat azt! Na, gyerünk! Megrugdosás, bántalmazás, ölés! Azaz, köszönöm! Na most ott volt valami... Aha, kinyílt valami, jól van akkor, na most pedig ilyen... ilyen... cuccok összsúnyulás. Na, szóval én most lecseréltem ugye egy ilyen bökőre. Három hullát hagytam magam mögött. És lesz még. Tehát... Merre vagyunk? Nem tudom. Ó, köszönöm. Kiváló, akkor most már csak arra kéne rájönnöm, hogy hol a francban vagyok, és merre kell tovább menni. Valahol egy rács kinyílt. Igen, tudom, hogy hangos vagyok, köszönöm szépen. Oké, és egy mentési pont. Most pedig épületek között kell majd ugye szépen legyakni őket. El kell jönni, hogy melyik hol merre van. Ott nincs senki. Még. Remélem a hátam mögött sem, tehát nem fognak észrevenni engem sem. Na gyerünk, hol vagyunk? Ez egy bökő? Az egy bökő, olyanom van, köszönöm. Na, kezdődik. Give me some grade A, honest to God gore, and you'll be buzzed through the door. Oké, szóval ugye van még itt egy pár pénisz arcú, akit ugye le kéne rendeznünk. Hol vagy te? Ott volt a pöcs arcú, és éppen rossz fele megy. Csezd meg! You're dead, whatever. Move aside! Help sir! Utás, a rohadt életbe észrevettek, szóval ilyenkor tipli van. Fölhúzzuk a nyúlcipőt, elhúzunk a francba. Mielőtt még többen is észrevesznek minket, nem szeretnénk ezt, jó? Nem szeretnénk ezt, oké? És nem szeretnénk. Oké. Narancssárgán mutatja, tehát egyelőre még tudja, hogy ott vagyok. Majd megnyugszik, jó? Mozog? Nem tudom.
Biztos, hogy másik emeleten van. Tudja, hogy ott vagyok, szóval... Az meg... Oké, ő már megnyugodott. Ő meg annyira nem. Oké, megnyugodott, kiváló. Akkor most hol vagy? Merre megy? Közel van, hol vagy te pöcs? Gyerünk, 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 kapjuk el. Ez az, oké. Okay. Tehát lehet sunyulni, használjátok ki. Hol van a többi? Van még egy valahol. Legalább még egy. Gyerünk, 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 gyerünk. Elsőre elcsesztem, szóval innentől kezdve pedig... Csak az öklöm van bassza meg, nem jó? Oké, és mindjárt jobb. Utolsó szemétláda már erre van. És őt ott hagytam, az nem zavar. Valahol errefele fog kúricálni, ha igaz. Ott is van. Ne vegyél észre, jó? Ne vegyél észre. Ő nem is jön el odáig, csak a falnál megáll, jó van. Nem? Ideig, ideig jön, vagyok. Na, megfordulsz, öreg. Gyerünk! Súnyulni kell, jó? Tehát itt aztán tényleg simán ki tudnak nyírni titeket. Gyerünk! Amíg mozog, amíg mozog, amíg mozog. Valamit durvát adjunk neki, jó? Gyerünk, nem fogsz visszajutni öreg a helyedre, jó? I'm coming to get you. Nem így terveztem, de nem baj. Na gyere te pöcs! Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, jó? Semmi gond. Megarcozzuk, megarcozzuk, nem baj, jó? Élünk még, semmi gond. Még hogyha nem csináltok semmit, akkor... Akkor túlélitek, mert védekeztek. Pénisz. Na. Szóval, ajtó nyitva. Első pálya vége. Jó? 14 perc, 51 másodperc. Nagyon-nagyon szarul teljesítettem. 4-et öltem meg, 4-et végeztem ki. Egy csillagot kaptam mindenre, nem mindegy, ezer éve nem játszottam ellen, nem baj, ez lenne lehet a legnagyobb problémám, szóval remélem tetszett, szerezzétek be, hogyha tehetitek, jó, tehát nem is tudom, azt hiszem, hogy megjelent Xboxra meg Windowsra is, ha minden igaz, nem vagyok benne 100%-ig biztos, de elvileg ez volt az az éjra is jó éjszakát. Szóval, köszi szépen, remélem, hogy legközelebb is ide fogtok kattintani, szép estét nektek, sziasztok!